Hármas karambol volt ma reggel az 54-es főúton Bócsa térségében. A balesetben ketten sérültek meg. Egy Opel személyautó Bócsa felől közlekedett Kecskemét irányába, amikor egy egyenes útszakaszon hirtelen áttért a bal oldalra és összeütközött a szemből érkező kis teherautóval. Mindkét járműnek kiszakadt a bal első futóműve, ettől a kis teherautó irányíthatatlanná vált és belecsapódott a balesetet okozó autó mögött haladó Mercedes személyautóba, ami az ütközés következtében az árokba csapódott. Információink szerint a Mercedes-t vezető férfinek üveg fúródott a nyakába. Az Opel sofőrje, akiről úgy tudjuk, nem volt bekötve, fejsérülés szenvedett. Mindkét sérültet a Kecskeméti megyei kórházba szállították a mentők. A Mercedesben egy bácsbokodi család utazott, a sérült sofőr felesége és három gyermeke. De ők karcolások nélkül megúszták az ütközést. A balesethez a Solt-Vadkerti önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínelés és a műszaki mentés miatt órákra lezárták az 54-es főút érintett szakaszát.